Így néz ki az opál ablakfóliánk, amikor megkapod. De hogyha széthúzod, akkor ennyit lehet látni. Ez egy ragasztós hátoldalú fólia, én mégis a vizes felrakást javaslom, tehát amikor a tiszta ablakot tiszta vízzel bepermetezed, rakhatod így vízszintesen is, de sokkal könnyebb, hogyha függőlegesen indítod. Érdemes a kelleténél nagyobbat vágni, majd mindjárt mondom, hogy én miért szoktam ezt így csinálni. A továbbiakban ugyanazt csinálod, mint a többi fóliával, tehát alul húzod a hordozó réteget, fölül pedig a simító puha oldalával jól rásimítod a fóliát az ablakra, és ezzel ki is tolod a vizet alóla. Most jön az, amikor levágjuk a felesleget, ezt vonalzó mentén tudod megtenni, jól neki tudod biztonságosan támasztani az ajtó vagy ablakkeretnek a vonalzódat, és utána így egyben lejön szépen a felesleg. Arra figyelj, hogy jól feküdjön rá a vonalzó az üvegre. Utána, hogyha még egyszer átmész a simítóval rajta, akkor fogod látni, hogy még mindig jönnek ki belőle kis vízcseppek. Szárazra törlöd, mehetnek vissza a virágok, és készen is vagy. Ez egy nagyon szép homogén jellegű fólia, ablakra, vagy zuhanyfülkére, vagy hivatalos helységeknek az ablakaira nagyon szeretik, de én most megyek is, kipróbálok egy másik fóliát, úgyhogy ezt leveszem. Hogyha kíváncsi vagy a többi fóliákra is, akkor ne felejts el bekövetni. Hogyha pedig ezt tetszik, akkor link a bióban, és irány a tapétakarnis.